Pályázat útján választották Iker Lászlót a Györkönyi Általános Iskola vezetőjének. A paksi pedagógus számára nem volt ismeretlen az oktatási intézmény, hiszen volt idő, amikor óraadó tanárként dolgozott náluk. Az első hetek tapasztalatai alapján azt mondja, jó döntést hozott, mindenki nyitottan, szeretettel és segítőkészen fogadta. Fizikálisan az épületeken belül túl nagy felújítások nem voltak, nem várt, tehát ilyen feladat nem várt rám, egy-két apró dolog volt, ami azért nagyon kellemes volt az önkormányzat részéről, nagyon pozitívan álltak ehhez is hozzá, mert ahogy kértem, másnap már csinálták is. Tehát voltak apró felújítási munkálatok. Na most, ami elég nagy feladat volt, az a német nyelvoktatásnak a szakos ellátottságának a megoldása. Nem is teljesen sikerült úgy megoldani, hogy én szerettem volna, ugyanis a hivatal hozzájárult a órabontáshoz, tehát a tantárgyfelosztáshoz, ugyanakkor nincs annyi németesünk jelen pillanatban, hogy meg tudtuk volna egyik osztályban a hármas csoportbontást csinálni. Tehát ez még a jövő nagy feladata, illetve úgy szoktam mondani, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, amikor azt kell mondjam, hogy az egyik kolléganőnk el fog menni, de azért nevet az egyik szemem, mert szülni fog menni, viszont nagyon szomorú vagyok, mert egy németesen megy el, tehát kell keresnem egy matek németest, aki az ő feladatait majd át tudja vállalni. Az iskolában jelenleg 111 beiratott diák jár, minden évfolyamon egy osztállyal működnek. Külön épületben tanulnak az alsó, illetve külön épületben a felső tagozatosok, egy harmadikban pedig a napközi működik, illetve itt található egy számítógép terem, valamint a konyha és étkező. A kisebb feladatok mellett nagyobbak is vannak, például várják egy pályázat eredményét. Több mint 40 millió forintra adtuk be, itt elsősorban a német nyelvoktatás, kicsit más szemszögből való megújítása lenne, mint ahogy eddig volt, a környezettudatos nevelés, illetve a sportra szeretnénk nagy hangsúlyt fordítani. Az igazgató elképzelései között szerepelnek további felújítási fejlesztési munkák, és a már most is színes diákélet tovább pezsgetése. A munkatársakkal is igazi közösséget szeretnének kovácsolni, amit valószínűleg segíteni fog egy a közel jövőre tervezett közös kirándulás. A Györkönyi iskoláról és az igazgató terveiről további részleteket tudhatnak meg a Csengőszó oktatási magazinból a Híradó után.